Hát, még az uralkodók sem tudnak minden titokban tartani. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 hátborzongató titkot fogunk nektek elhozni a brit királyi családról. Ebben a videóban csak a brit királyi családról lesz szó, és a listán lesznek olyan tények is, amik már nem titkok többé, de a királyi család biztosan nem akarta volna ezeket maguktól nyilvánosságra hozni. 10. A királynő a törvény felett áll. Szinte nem telik el úgy nap, hogy a királyi család egyik tagja ne lenne benne az újságokban, a családtagok pedig igyekeznek mindent megtenni, hogy a legsötétebb titkaik azért ne kerüljenek napvilágra. A brit monarchia tagjai ezért teljesen mentesülnek az információszabadság törvényei alól az Egyesült Királyságban. Régen azért voltak rá módok, hogy a civilek dokumentumokat kérvényezzenek a királyi családdal kapcsolatban, de 2010-ben szigorúbb szabályok léptek életbe. A királyi család dolgai ezért minden esetben titkosak. Ez a szabály pedig tényleg elég nyugtalanító, főleg ha figyelembe vesszük a szerepüket a brit közéletben. 9. Anna hercegnő férjének van egy törvénytelen gyermeke. Nem Mark Phillips kapitány az egyetlen családtag a királyi családban, akinek viszonya volt, vagy törvénytelen gyermeke született, de a legtöbb információ Zara Tyndall féltestvéréről került napvilágra. 1984-ben, amikor Phillips és Anna hercegnő már 11 éve házasok voltak, Phillips viszonyba kezdett egy új-zélandi tanárnővel, Heather Tonkinszal. A botrányról mára szinte mindenki hallott már, de akkoriban igyekeztek titokban tartani ezt az egész affért. Phillips titkos lánya Felicity ma már felnőtt és maga is megházasodott, majd 2017-ben életet adott egy kisfiúnak, de mivel Phillips közember volt a házassága előtt, az unokája James Wade semmilyen nemesi címet nem kapott. 8. Pénz az információkért. But don't try and trick me now, because I'm not going to play this game. Delete that bit. 2010-ben a News of the World híreiben megjelent egy videó, amiben York hercegnője Sarah Ferguson, becenevén Fergie volt látható, ahogy információkat adott el a volt férjével András herceggel kapcsolatban. A hozzáférésért cserében Fergie 500 000 fontot kért, de elkövette azt a hibát, hogy a lehetőséget az áruhában lévő riporternek, Mazir Mahmoudnak is felajánlotta. 500 000 pounds when you can to me. Open doors. Az eset nem maradt sokáig titokban, és Fergie a mai napig sem heverte ki a botrány következményeit, hiszen a legutolsó dolog, amit akart, az az volt, hogy az újságok a volt férje helyett inkább az ő titkaihoz férjenek hozzá ilyen mértékben. Yeah. 7. Dracula leszármazottai. Az európai uralkodó családok már hosszú idő óta össze vannak kötve, és ez akkor vált csak igazán egyértelművé, amikor kiderült, hogy Károly herceg valójában távoli rokon a harmadik Vladnak, ismertebb nevén Vlad Draculának. Románia már 1947 óta a köztársaságnak számít, ezért Károly biztosan nem fogja átvenni az ország vezetését, de ez nem állította meg a román turisztikai testületet abban, hogy még több turistát szerezzenek maguknak a rokonság kihasználásával. 2017-ben még fel is ajánlottak egy tiszteletbeli erdélyi hercege címet Károlynak, akinek még házai is vannak a környéken. 6. Törvénytelen vérvonal. 2012-ben megtalálták harmadik Richard király maradványait egy leszteri parkoló alatt, a DNS tesztek pedig bebizonyították, hogy a király a család női tagjaival áll rokoni kapcsolatban. A trónt azonban csak a férfiági leszármazottak kaphatták meg, és a DNS nyomozás több fontos problémára is rávilágított. Többek között arra, hogy Richard DNS-e nem is egyezik meg a mai királyi családéval. Erre a legegyszerűbb magyarázat egy 500 évvel ezelőtti viszony lehetett volna, de a későbbi DNS tesztek nem oldották fel a problémát, inkább arra engedtek következtetni, hogy a Plantagenet családnak valójában nincs is joga a brit trón birtoklásához. 5. A Dunbiffy repülőgép katasztrófa. György Kent hercege, 8. Eduard és 6. György fiatalabb testvére volt, és a herceg privát élete olyan téma volt, amiről a királyi család nem szívesen beszélt nyilvánosan. György ugyanis biszexuális volt és rengeteg viszonyba belekeveredett, emellett pedig morfium és kokain függő is volt. Sokan azt gondolták, hogy a herceg hedonista életvitele vezetett az 1942-es repülőkatasztrófában elszenvedett halálához, amikor éppen egy missziót teljesített a királyi légierőnek. Az egyetlen túlélő azonban arról számolt be, hogy a herceg halála nem baleset volt, és volt egy ismeretlen utas is a gépen. Mások pedig azt híresztelték, hogy György azért volt a gépen, hogy békét kössön a náci Németországgal. A hivatalos álláspont a mai napig baleset, de ez természetesen nem állította meg az összeesküvés gyártókat a nyomozásban.
Negyedik, Victoria és Albert első ági unokatestvérek. Az európai királyi családok már hosszú idő óta belterjesen házasodnak, de ez a régi időkben senkit sem érdekelt. Még akkor sem, amikor emiatt a hemofília már erősen elterjedt a kontinens dinasztiái között. Az azonban már megütötte az emberek fülét, hogy Victoria királynő és Albert herceg nagyapja egy és ugyanaz a személy, a szüleik pedig testvérek voltak. A két uralkodó kora között mindösszesen 3 hónap van, Albert pedig már gyerekkorától arra volt biztatva a közös nagybátyjuk által, hogy környékezze meg az unokatestvérét. A párnak összesen 9 gyermeke született és boldog házasságban éltek, de ez csak még furcsábbá teszi ezt a szituációt. Harmadik, András herceg és Jeffrey Epstein barátsága. A considerable stretch to say that he was a very, very close friend, but he had the most extraordinary ability to bring extraordinary people together. 2008-ban a pénzember Jeffrey Epstein-t letartóztatták kiskorú lányok ellen elkövetett szexuális bűncselekményekért. Epstein nem volt sokáig börtönben, és András herceg a bűnei ellenére is sokáig barátságban maradt vele. A köztük lévő kapcsolat igazi jellege és az egész királyi családot felforgató botrány azonban csak Epstein 2019-es halála után derült ki, amikor Epstein egyik 2010-es áldozata erőszakkal vádolta András herceget is. I went there with the sole purpose of saying to him that because he had been convicted, it was inappropriate for us to be seen together. És hát nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor András herceget összekötötték gusztustalan bűnöket elkövető emberekkel. A lányai ugyanis egyszer drága ajándékokat kaptak Tarek Kaitunitól, a líbiai fegyverkereskedőtől. Why would you remember that so specifically? Why would you remember a Pizza Express birthday and being at home? Because going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. Második, a királyi átok. Erzsébet királynő őseit, a Bowes Lyon családot állítólag elátkozták a 15. században. A legendák szerint ugyanis az egyik Glamis kastélyban élő gróf eladta a lelkét az ördögnek. Az átok egyik áldozata állítólag Thomas Lyon Bowes volt, akit csak a Glamis szörnyeként ismertek. Thomas hivatalosan már csecsemőkorában meghalt, de sokan azt gondolják, hogy a fiút valójában befalaszták a kastélyban, és a haláláig ott is tartották. Sokak szerint a Buckingham palotát is szellemek kísértik, ezért a királyi család tagjai annyira nem is szeretnek ott lenni, de ez persze akár az azbeszt miatt is lehet. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, 8. Eduárd szimpatizált a nácikkal. 1936-ban 8. Eduárd király volt az első modern uralkodó, aki megszerezte a trónt csak azért, hogy elvehesse az amerikai felső 10 000 egy tagját, Wallis Simpsont. De nem ez volt a legbotrányosabb dolog, ami a nevéhez kötődik. Eduárd ugyanis egy ismert náci szimpatizáns volt, támogatta a holokausztot és még Hitlerrel is barátságban volt. Ez azért volt igazán aggasztó, mert sokak szerint a náciknak az volt a terve, hogy a háború után átveszik egész Nagy-Britannia irányítását, 8. Eduárd pedig egy náci uralkodóvá vált volna. Eduárd fasiszta törekvései azonban szerencsére nem értek révbe, de a királyi család azóta is igyekszik minden erejével eltusolni ezt az azóta már mindenki által ismert tényt. Titeket melyik titok lepett meg a legjobban? Tudtok még pár apróságot a királyi családról? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!